A ballagási ceremónia minden középiskolában az egyik legnagyobb ünnep az érettségére készülő diákok és szüleik számára. Nincs ez másként a Koch Valéria iskola központban sem. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának intézményében két középiskolás osztály végzett ebben az évben, természetesen két tannyelvű képzés keretei között. Az ünnepség a himnusszal, majd a magyarországi németek himnuszával vette kezdetét. A színpadon elsőként a 11. évfolyam kapott lehetőséget, hogy megteremtsék a rendezvény alaphangulatát. Alig több mint 3 hónapja a szallgató alkalmából köszöntöttünk itt benneteket, most pedig már az érettségi vizsgák előtt álltok. Ma délután búcsúztok az almamátertől, a diátársaktól, tanáraitoktól. Mi, 11-esek, egy rövid összeállítással köszönünk el tőletek. Saját költeményt szavaltak, beszédeket mondtak, majd az iskola fúvós zenekara szórakoztatta a diákokat és a székeken helyet foglaló szülőket, rokonokat. A végzős diákok képviselői ezután olvasták fel búcsúzóul megírt összefoglalójukat. Ha visszatekintünk az elmúlt 4-5 évre, biztosan találunk mi is olyan hosszabb, rövidebb pillanatokat, amelyek valószínűsíthetően még évekig ott lesznek legkedvesebb emlékeink között, hiszen valóban boldogaknak éreztük magunkat együtt. Sokaknak a Liptódi gólyatábor is ilyen emlék lehet, de a nulladikosok máig emlegetik a híres siófoki osztálykirándulást is. Aztán ott van a már említett Schwab bál, amelyen mindenki oda tette magát. Elbeszélések alapján ezután szokott az osztályközösség igazából kialakulni, nekünk sajnos a Covid időszakok jöttek el. Persze azért a karantén és újabb karantén közötti zajlott életközösségünkben. Aki ismeri a hűtőmágnesek bölcsességének világát, az biztosan találkozott már a cél és az út összefüggéseinek legfontosabb végkövetkeztetésével, miszerint nem a cél a fontos, hanem maga a megtett út. A beszédeket követően az elballagó osztályok szalagai kötötték fel az intézmény zászlajára. Amreiné Pesti Ágnes, az intézmény vezetője is nagyrészt németül tartotta meg záró beszédét. Goethes Wunsch nach dem idealen Menschen klingt gut, aber wie man Nächstenliebe und Toleranz in verschiedenen Lebenssituationen praktizieren kann, ist nicht immer einfach und selbstverständlich. Ihr habt über eure Stärken, aber auch eure Schwächen berichtet und darüber, wie ihr versucht habt, diese Schwächen zu bekämpfen. Dieser Wille ist zu bewundern und ich glaube, dass Menschen, die in sich selbst schon das Edle und das Gute entwickelt haben, möchten sich daran auch im Nachhinein festhalten. Sie werden eventuell Vorbilder, die auf uns wirken und die uns inspirieren. Az igazgatónő méltatta a diákok közösségi szolgálaton végzett munkáját, és részleteket olvasott fel az ott készült beszámolókból. A velős, de humoros összefoglalók után eképpen summázta a 4 évet. Seid stolz darauf, dass ihr eine wahre Gemeinschaft seid. Verbunden durch viele gemeinsame schöne Erlebnisse, wie die Klassenfahrten, a Szecskavató, das gemeinsame Lernen für die Prüfungen, Kovászna, die Johannespassion, die witzigen Momente der Online-Stunden, a Kulturmorzsák, a 20 Gug és még sok más egyéb. Az ünnepség után sikerült megkérdezni két végzőst arról is, hogy az elmúlt 4 évből mi tetszett nekik a legjobban. Sok utazáson vehettünk részt, sajnos a Covid az közbe jött, így jó pár kimaradt, de amik voltak, azok nagyon jók voltak és sok élményt adtak, illetve tapasztalatot is. A Schwab bál szervezése, amit 10. évfolyamon végeztünk, továbbá a kirándulások, a közösség maga, hogy mennyire összetart a kollégium, én kollégista is voltam. Igazából olyan, mint egy nagy család, ez az egész iskola is. Ez az, ami annyira megfog benne. És hogy mit üzen egy diák a Tiborc utcából a ballagás után tanárainak? Legyen ez a végszó. Wir danken Ihnen für Ihre unermüdliche Arbeit.